reálbérek emelkedése, a megemelkedett ingatlanárak és a nagyon kedvező kamatkonstrukció következménye a 2018-as rekordszámú hitelfelvétel, mondta el televíziónknak Trencsán Erika, a bankráció.hu szakértője. Mindezek mellett a bankok hitelnyújtási hajlandósága is magas, ami tovább növelte a felvett hitelek számát. Ez az 1300 milliárd forintnyi hitelszerződés, ugye két részből tevődik össze. Ezeknek a nagy része, nagyon nagy része, több mint 850 milliárd forint az lakáshiteltípusú hitel volt, illetve szintén nagyon magas összegben, 450 milliárd forint összegben pedig személyi kölcsön volt a szerződések mögött, úgyhogy mind a két típusú hitel nagyon dinamikus növekedést mutatott az előző évhez képest. Itt összességében több mint 30%-os volt a bővülés, és ebből csak a személyi kölcsönöknél pedig 46%-os volt ez a növekedés. Lényeges, hogy nagyon körültekintően járjanak el a hitelfelvevők, mielőtt döntést hoznak arról, hogy melyik bank melyik ajánlatát választják, hívta fel a figyelmet a szakértő. Az új hiteleknél a biztonságos, kiszámítható, fix kamatozású lakáshitelek kapják a főszerepet. Az új személyi kölcsönök közel 80%-a, a lakáshitelek 84%-a garantál legalább egy évig fix törlesztő részletet. Mindenképpen azt javaslom, hogy azon túl, hogy a saját bankjuknak az ajánlatát megnézik, hasonlítsák össze több banknak az ajánlatát is, hiszen azért valóban nagyon kedvezőek jelenleg most a hitelkamatok, de még mindig jelentős különbségek vannak mind a kamatok, mind a törlesztő részletek között. Ha pedig a teljes visszafizetendő összeget nézzük, akkor pedig akár milliós nagyságrendű lehet még mindig a különbség az egyes hitelajánlatok között a teljes visszafizetendőt tekintve. Nézzék meg azt, hogy mennyi időre fixálja a bank a törlesztő részletet, és javaslom azt, hogy lehetőleg minél hosszabb időre fixálják be a törlesztésüket, tehát hosszú kamatperiódusú ajánlatokat részesítsenek előnybe. Ez azért is fontos, mert minél rövidebb időszakra fixálja a bank a törlesztést, annál nagyobb kockázatnak van kitéve az adós. A rövid kamatperiódust választók lesznek az elsők, akik egy esetleges kamatemelkedés során törlesztő részletemelkedést tapasztalhatnak, mondta a szakértő. Hozzátette, a hitelfelvételi kedv kapcsán az emelkedés várhatóan tovább folytatódik, de a mértéke enyhülni fog.